A mai program, hogy kimegyek az AMTS-re, ugyanis délelőtt 10-kor és 11-kor is van egy-egy sajtótájékoztató, ami motorosokat érint. Viszont az a helyzet, hogy hiába indultam el nagyjából jó időpontban, illetve hát nyilván nem indultam el jó időpontban, mert erre nem számítottam, hogy 10 perce egy helyben állok. De itt az 500 köbcentitől indulva egyébként jelenleg 1000 köbcentig megyünk. 1000-es egyébként jelenleg a legnagyobbunk. Abból létezik cruiser, illetőleg cross adventure változat is. Hivatalosan, óvatosan mondva egyébként van 165 km arról a közüli, és a 17 éves üzemanyag tartályára nagy esélyt is 400 km környéki hatótávolságra nyugodtan számoltunk. Nyilván kinek milyen a bátorsága, de hát hogy meg kell a szerencse. Úgyhogy nyugodtan lehet neki húzni, nem nagyon fog egy szép körülmények folyasztás. Kivének a standján, és megnéztem az új modelleket, meg azt, hogy miket lehet majd tesztelni. Van egy új márkájuk, az MBP, ezeket is, és az összes többi márkát, a Kivét, illetve a Benellit is lehet tesztelni náluk, illetve nekünk is jó eséllyel oda fogják majd adni, tesztelni. Hogyha van olyan modell, amit szeretnétek, hogyha kipróbálnánk, így a csajokkal, én vagy bármelyik másik kollégám, akkor írjátok meg hozzászólásban. És ezeket is el lehet vinni tesztre. Ez az 1200V MBP. Ez úgy 1200, hogy konkrétan 1002, ezen meglepődtem én is. Az pedig, ha jól látom, 700-as. És itt vannak a 500-asok. Vannak a Benellik. Egészen nagy stand van. Na, nekem az ilyen chopperek felé húz a szívem, ennek nagyon jó formája van. C-Kivé. Ez szerintem kezdő csajoknak nagyon jó kis motor lehet.
ezzel szemben a Harley Davidson konkrétan szemben van a QV-jel, és hát ez egy mekkora 20 négyzetméteres stand, kettő motorral. Különleges vadonatúj 2024-es modelljét fogjuk bemutatni. Mind a négy motor először mutatkozik be a nagyközönség és a szakmai érdeklődők számára itt Magyarországon. Ő a vadonatúj Madison, ők most érkeztek néhány hete Magyarországra, illetve hát egész Európába. Kereskedésekben most már folyamatosan rendelhető, megvásárolható. A NIU viszont azzal tűnik ki, hogy köridőszámlálótól kezdve mindenféle elektromos kütyű van benne, tehát ötvözi a modern kor információs technológiáját a motorkerékpárral, tehát tulajdonképpen egy átmenet az online és az offline térben. Távolságérzékelővel, gyerekfelügyelettel, tehát hogyha adott esetben például a gyermekem ezzel megy iskolába, akkor látom, hogy megérkezette az iskolába, vagy az iskolába érkezette meg, illetve ezekkel a motorokkal például SMS-t küld akkor, hogyha a gyerek véletlenül felborul, vagy lopni akarják, vagy egyszerűen csak, hogyha úgy érzi, hogy az akkumulátor megfelelő töltöttségen van, és megkéri a motor, hogy húzzuk ki a konnektorból. Ez a D-Babylon, ahol a veteránok vannak. We'll be right back.
ez a Bercinek az indiános motorja, igen, Indian Larry Memory Bike. Erről volt a Csajok a motoronon is cikk. És ez... kedvenc pavilonom. Ez a D, azt hiszem, ahol a veteránok vannak, meg a hotrónok. Ez leginkább az én világom. Pedig itt az A pavilon, de itt nem fogom körbe videózni, mert ez barominak nagy, és tőleg autók vannak, úgyhogy ennyi, és sok ember. Megértettem az idei első motorozásom itt a Kivénél, mentem melyikkel is ezzel, a TRK-val, és mellette pedig ezzel az MBP-vel, 502-vel. Ez nagyon jó kis naked motor volt, ez pedig egy jó túramotor. Hogy nem ez volt, hanem fekete? Na mindegy. Vagyis nem is fekete, nem szürke. Részemről ennyi volt a Hung Expo-n az AMTS. Most péntek délután 2 óra van. Körbenéztem az összes pavilont, motoroztam is. Így aztán beindítottam a szezont, mert ez volt az idei első motorozásom. Ha tetszett a videó, akkor lájkold, oszd meg, hogyha ismersz olyat, akit érdekelhet, és iratkozz fel a csatornánkra.